kívül az előző konferencia részvevői is jelen vannak. Azt hiszem, hogy nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy a Veszprém Aréna néhány napra az emberi kézügyesség fellegvára. Na nem csak egész évben a kézilabda miatt, lehet, hogy a szegediek ezért most megharagudnának rám. De viszonylag kevesen vannak, így van. Ugyan vannak Csongrád megyéből, hozzáteszem. Azért az nem túlzás, hogyha azt mondom, hogy a Veszprém Aréna a magyar kézügyesség fellegvára most a mai napra is, és a holnapi napra is, hiszen a kézilabdán túlmenő most már az igazi kézműves termékeknek a fellegvára is lesz néhány napra. Kézműves termékként élelmiszer és az ital, kiváló minőségű italoknak a tárát gondolom. Azt hiszem, hogy az első szó a köszöneté. Köszönöm a szervezőknek egyrészt, hogy meghívtak, másrészt pedig azért, hogy időt és fáradtságot nem kímélve vették a bátorságot, hogy egy olyan hagyományteremtő rendezvényt kezdődnek el, amely úgy gondolom, hogy és elnézve a mai konferencia részvevőit és a mai konferencia sikerességét, illetve hát a kiállított termékeket, úgy gondolom, hogy egy valóban hagyományteremtő rendezvénynek a kezdeményezését kezdték el, és biztos vagyok benne, hogy a tendencia az csak erősödni fog, és néhány év múlva már egy akár országos, akár nemzetközi expónak lehetünk majd a szemtanú. Szerintem olyan, mint egy bor, ha lehet ilyet mondani. Minél többet választ, hogy olyan állítékos. Hozzáadott cukrot tartalmaz? Igen, van, amelyikben van cukor, az utolsóban ebben a hozzászívva lekvárban stevia port használunk. Tehát van nem cukor, hanem cukor. Köszönjük szépen! Ide van. Pont előtt gondoltam rá, hogy nem csak a kérdőt. De itt tényleg?